hogyha nincs álmod, nincs terved hát az életbe, akkor minek ész? Én zsonglőrösködök a pocival, illetve is még mellette még BMX-ezek is. Ez úgy jött, ugye körülbelül harmadikos lehettem, és ugye láttunk az iskolába egy dokumentumfilmet, és abban volt benne ugye Ronaldinho, az utcán csinált ezt a razékköt, ugye a lábán, a vállán, a fején, meg hogy a pillákköt. Egyszerűen köpni, nyelni se tudtam, tátva maradt a szám. Beszéltem a testnevelő tanára, és adott nekem kölcsön egy ilyen pötyös gumilabdát. Iskola után ugye nem a haverokkal mentem össze-vissza csavarogni, hanem kimentem a szemételepre, és akkor ott elkezdtem ugye megpróbálni tekázni. Nagyon, de nagyon-nagyon nehezen sikerült egyet-kettőt. És amikor véletlenül megcsináltam a világköt, na, attól a pillanattól boldogan aludtam le, és úgy keltem fel, hogy kacagtam, visszavittem a focilabdát a testnevelő tanárnak, és mondja, mi van Gyula, hogy ilyen nagy mosoly? Ó, mondom, sikerült a világhoz. Mondja, menj már komolyan, mondom, igen. Elhatároztam, hogy nekem ez lesz az én életem, és én ezt fogom csinálni. Let's get scratching. 15-ös magyar rekorddel vagyok, illetve világán rekordot is döntöttem. 24,5 óráig folyamatosan BMX-el mutatványoztam, illetve ugye a toronyházban, amikor megcsináltam a 20 emeletes bérházba, a 20 emeletig ugye felmész a tetejéig, meg le úgy közben, hogy a lasztit a fejden tartod, egyensúlyozod. Dubajba a Burj Khalifát megszeretném másnál a 10 lépcsőn, de úgy, hogy lasztival a fejem tetején. Nagyon kell álmodnunk, így van? Mit veszítünk? Emberek vagyunk, egyszer élünk a Földön. Intézetbe és illetve nevelőszülőknél töltöttem a gyerekkoromat. Nem volt könnyű, de az ember, hogyha csinálja a dolgokat, akkor előrébb lehet lépni. Én úgy gondolom, hogy az Isten minden embernek lássa a szívébe, a szíve legmélyébe, hogy mi a legnagyobb kívánsága. Az én legnagyobb kívánságom az, hogy előbb-utóbb el tudjak innét költözni, és én ki akarok innét tőni erről a cigántelepről, illetve gyerekekkel tudjak foglalkozni, kicsi gyerekekkel edzősködjek. Mivel én ugye cigány vagyok, sokkal jobban kell bizonyítanom. Nekem nagyon sok barátom van, ugye, akik BMX-eznek, és azt mondták, hát hallod, Gyula, hát hogyha magyar fiú lennék, kékszemű, szőkehajú, akkor már nem itt lennék. Azóta már megcsináltad volna a Dubajt is, és nem itt innél be a házadba, ahol élsz. Én úgy gondolom, hogy a világ legnagyobb vírusa az, hogy más embereket megítélünk a bőre színe miatt, a vallása miatt és a származása miatt. Az embert úgy kell elítélni, ahogy él és ahogy cselekszik. A televízióban nem láttam volna meg Ronaldinhót, amikor csinálja azt a prazékölt. Ha nem adta volna nekem a tanáid azt a pöttyös labdát, akkor nem tudom, mi lett volna. Akkor biztos egy ilyen rogos bőtöltételék is lettem volna. Mert nagyon sok barátom ugye az lett. Engemet ezt tartott életbe a mai napig is, és én akkor vagyok a legboldogabb ember, amikor zsonglőrösködök, akkor igazi világsztárnak érzem magamat. Sőt, és amikor a kutyusommal együtt focizunk, olyankor mi vagyunk a világ leghíresebb sztárfocistájai.